És most Tónika Show, az elterelem. Mari, meg. Köszöntök mindenkit itt a stúdióban, a képernyők, a rádiók, az újságok és az utelágazások. Ová? Utelágazódások előtt, bocsánat, nehéz szó. Mai témánk, ma mindent bevallok neked. Első vendégünk sorsát egy egész ország követte figyelemmel, amit tudni kell róla, hogy egy szép napos reggelen mit sem sejtve elindult az iskolába. Íme tehát Marika. Marika, elmeséled a nézőknek, hogy mi is történt azon a napon? Azon a szép napos reggelen elindultam az iskolába. És akkor még nem sejtettem, hogy oda fogok érni. És ezt tudja az édesanyád is? Nem tudja. Akkor most jöjjön Marika édesanyja, Katika. Katika, a lányod itt van velünk, és üzenni szeretne neked valamit. Igen, mama. Be kell valljam neked, hogy megettem a tésztarészet, elloptam a dugi pénzed, megcsaltalak. Kicsikoromban rendszeresen kakáltam a pincébe. Én vagyok, aki minden éjjel kirámolja a hűtőt. És tudnod kell még valamit? Nem a Juliska néni lánya vagyok, hanem a tied. És rendszeresen lógok az iskolából. Az anád szerint, te! Hitván semminek elő, lefejellek, mint cowboy a tehén szart! Te iskola kerül szopos kurva, te a beledet taposom ki mindjárt abba a f*** fejedbe, húzom ezt a széket! Jaj, amíg a biztonságiak szétválasztják vendégeinket, addig reklám! A barátnő sokáig azt hitte, hogy a párja a rendes hétköznapi ember. Ám egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy sokáig tévedett. Ekkor fordult meg fejében, hogy elhagyja élete párját és másnál keres boldogságot. Ha ismeri azt a nőt, akiről beszéltem, vagy ismer olyat, aki el akarja hagyni párját, hívja a Tónika hotline-t. Valaki majd csak felveszi a kagylót. Elterel. Hogy van? Elterel klub. Elterel klub. Betette. Kicsit vérzett eleinte. Fájt is. Kivette és újra betette. Újra meg újra. Mozgatta. Egyre vadabbul és vadabbul. Aztán, amikor befejezte, én is nagyon megkönnyebbültem. Sőt, jól éreztem magam. Ez volt életem első fokúzása. Elterel klub! Most pedig következzen egy vidéki úri ember, aki beval nekünk valamit. János! Köszöntelek, János! Mi a foglalkozásod? A hármas számú hegyi horgászoknál csalétek irányító vagyok. Valamit mondani szeretnél nekünk, János? Szóval azt szeretném bevallani a Marika édesanyjának, hogy Stikában élvezett hajszolási szándéktól vezérélten a Marikával szoktuk együtt tölteni az időt. Hogy mi? Te, aki akkora paraszt vagy, hogy PlayStation-on is disznóül és játszol. Te, aki olyan ronda vagy, hogy anyádék a családi videón másra játszották el a szereped. Majd megmutatom én neked, mi az élvezet céljából, ne félj! Nem találom a hangomat. Ilyenkor illene mondani valami frappáns kis zárszót. Ilyenkor illene mondani valami frappáns kis zárszót, hogy így a bevallás és úgy a bevallás, de őszintén bevallom, hogy elromlott a sugógép, és így nem tudok zárszót mondani a viszontlátásra. Tónika Show 2 hét múlva itt az elterelem. Vallják be, hogy alig várják.